Az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvi képzésre. A diákok 4 idegen nyelv közül választhatnak, minden évfolyamon 3 nyelvi specialitású osztály működik. Az intézmény célja, hogy a diákok minél előbb sikeres nyelvvizsgát tegyenek. Ennek érdekében együttműködési megállapodás született az iskola és az Origó Nyelvi Centrum között, melyben az Eszterházy Károly Egyetem fontos szerepet tölt be. Ez egy érdekes kiválasztási rendszer egyébként, mert ezt nem egyedül az Origó Nyelvi Centrum csinálja, hanem a 62 vizsgahelyével köt egy olyan megállapodást, hogy a vizsgahelyek, akik itt a helyszínen sokkal jobban ismerik az iskolákat, tegyenek ajánlást nekünk arra, hogy kik azok, akik a nyelvi képzésük alapján érdemesek lennének arra, hogy referenciaiskolánkká váljanak. Jelenleg az Andrássy az egyedüli szakgimnázium az országban, mely rendelkezik ilyen együttműködési megállapodással. Nyilvánvaló, hogyha a gyerekek többször próbára tehetik magukat, mielőtt éles helyzetbe kerülnek, ez egyik részről motiváló lehet, hiszen készen vagyok rá, mehetek, nem kell a családi kasszát feleslegesen üríteni, mert nem készültem föl rá eléggé. Másik pedig, hogyha nem vagyok eléggé készen a nyelvvizsgára, akkor visszajelzést adnak a próbanyelvvizsgák arról, hogy mi az, amit még fejlesztenem kell, mennyit kell még hozzátennem, és ez nagyon-nagyon fontos a gyerekek számára, hogy külső visszajelzésből is azt kapják, hogy még dolgozni kell, vagy azt kapják, hogy nagyon ügyesek voltak, és próbálkozni kell. Az együttműködési megállapodás aláírásával a nyelvtanárok képzéseken vehetnek részt, a diákok pedig támogatást kapnak, és évente 3 alkalommal próbanyelvvizsgát tehetnek.